Zöld utat kapott a kolozsvári reptérbővítés. A megyei önkormányzat kiállította ezt a két városrendezési bizonylatot, amelyek alapján a légikikötő növelheti a repülők parkoló helyeinek számát, illetve korszerűsítheti a felszállási terminált. Tavasztól bővülhet a kolozsvári Ávram Jánkó nemzetközi repülőtér, az indulási terminál korszerűsítése és a repülőgépeknek szánt parkolópályák növelése a reptér nagyobb forgalmát tennék lehetővé, és egyben növelni a légikikötő kapacitását, így nagyobb méretű teherszállító repülőket is fogadhatna. Az engedélyeztetés, ez a mi részünk, nem a mi pénzünkből történik meg a felújítás, és az építkezés, ez a reptérnek a fejlesztési alapjaiból folyik. De hamarosan, most már ha a papírmunka rendben van, akkor hamarosan tavasszal biztos neki fognak állni az életbeléptetésre is. A bővítésekre azért van szükség, hogy a reptér 2017-ben elérhesse a tervezett 3 milliós utasforgalmat, és ezt a következő 5 évben akár 5 milliósan növelhesse. A kolozsvári reptér évről évre újabb rekordokat állít fel, idén közel 2 millió utas fordult meg itt, tavaly pedig mintegy 1,5 milliós volt a forgalma. A reptéren 8 légitársaságnak összesen 38 menetrend szerinti járata van, 16 európai, közel-keleti és ázsiai célállomással.